sziasztok! Mi vagyunk a 12. D osztály, és el szeretném nektek mesélni, hogy tavaly voltunk Nagyváradon, ahol láttunk egy ilyen előadásnak mondom, és nekünk ez nagyon tetszett, és így nem is tudom, hogy mit érzünk ezzel kapcsolatban, tehát ilyen, azt mondanám, hogy ilyen kísértést érzünk, hogy megmutassuk nektek, tehát így arra gondoltuk, hogy ezzel nyitjuk a darabunkat. Fogadjátok, sok szeretettel! Eladnám érte a lelkemet.
Nem bírom tovább. Az anyám egyszerűen megfolyt a szeretetével. Egy börtönbe zár, ahonnan én nem tudok kitörni. Állandóan követ, hívogat, leellenőrzi az e-mailjeimet, megnézi, hogy kivel barátkozhatom, és nem enged közel a szerelmemhez sem. Nem engedi, hogy legyen egy önálló döntésem. Odaadnám a lelkemet, hogyha lehetne egy szabad pillanatom. Ugye tudjátok, hogy ez a probléma nem fog önmagától megoldódni. Sacika, anyuci nem foglalkozik velünk. Kétségbejtő. Kétségbejtő, ugye? Mondjuk ki. Mondd ki, Sacikám. Kétségbe vagyok esve. Nem tudom megoldani ezt a problémát. Beszélted te is ügyben. És kedves Adélkám, ez jaj, Adélkám, nem tudunk megszabadulni anyuci szorító és óvó karmaiból. Tragikus. Tragikus. De lássuk be, ebből a problémából egyetlen egy kiút van. Véget kell vetni ennek. Lelkembe, a szívembe, és például emiatt volt az, hogy soha, de én soha nem ettem meg a spagettit, hanem így fogtam, így rászúrtam a villára, és így pörgettem, aztán persze elszakadt, hogy elrepült, meg mit tudom én, meg a múltkor így sétálok az utcán, és így érzem, hogy a bal cipőm, most is nincs rajtam, a bal cipőm az így le akar jönni, kívánkozik, kéri, hogy levegyem a cipőmet, és az így leveszem, másikat, az oknimat is levettem, és így mentem az utcára, és így pörgettem a cipőmet az utcára. Nagyon jó volt, így néztek az ember. És akkor, hát ezután volt valamivel az, hogy összejöttem a barátommal, cowboy-jal. Ott lesz hátul, meg lehet nézni. Már nézzétek meg. Nincs is ott hát! Hát összejöttem a cowboy-jal, és így hát egy pár hónap után már gondoltam, vagyunk olyan szinten, betettem a CD-t, zene, minden, és akkor így megyek felé, megyek, és így letéptem a pólómat, és elkezdtem pörgetni, és pörgetem a pólómat, és pörgetem a pólómat, és így jön felé, mondom, mit te már ide, pörgetem a pólómat, a napot. És akkor, na mindegy, nem hagyott el ezért se, és tehát el is mentünk Siófokra nyaralni egy kicsivel utána, és ott Siófokon, nagy tömeg, tudjátok, lányok, szex, mindenki pénzt akar keresni, és így ott állt egy fickó, ilyen egy hatalmas kígyó volt nála, ilyen anakonda pitonból lehetett, és így kb. Innentől tartott odáig, és ekkora arca volt, nem hiszem. Na, én megláttam azt a kígyót, és így éreztem, hogy én erre születtem. Én nekem ez a rendeltetésem, hogy a kígyónak a végét
Megfogom, és elkezdem fölgetni a kövekbe! Pörög a kígyó! Jól mondom, pörög a kígyót! Ha majdnem menes, az pörög a kígyó! Elégett a perset! A közébe a kígyó mérzi! Szállam is minden felsik, minden felsik! Már hogy a maga pörög a kígyó! Oh, mikor van még ennek ennek? Most! Szia, kislányom, hogy vagy? Köszönöm! Merre jártál tegnap este? A moziban voltam a lányokkal. Nem is ébredtem fel, amikor hazajöttél. Napfény járja át a szívem újra, csak egy szál bikinit hoztam el az útra. Újra érzem a balatoni lázat, Budapest várhat, míg vége van a nyárnak. Napfény járja át a szívem újra, csak egy szál bikinit hoztam el az útra. Újra érzem a balatoni lázat, Budapest fáradt, míg vége van a nyárnak. Napfény járja át a szívem újra, csak egy szál bikinit hoztam el az útra. Újra érzem a balatoni lázat, Budapest fáradt, míg vége van a nyárnak. Igen, jó kis buli volt. Nagyon búvászik csapjuk magunkat. Amikor úgy kidöltünk, akkor nekem volt valami, nem is tudom, flashnek, vagy megvilágosodásnak lehetne is. Lehettem egy fontos dolgot, még nem mondtam el neked. Mondjad. Hát de nem is akartam elmondani, úgyhogy inkább leírtam erre a cetlire, de már nem vagyok annyira biztos benne, hogy el kéne olvasni. De ha már leírtad, akkor én nem olvasom szívesen. Nem, ne. Felejtsük inkább, de menjünk be úszni, mit szólsz. Nagyon érdekesnek hangzik, mert csak eltűnt. Hát ha nem boldogság, akkor meg ez a
irigyeim sokan vannak, mint a kutyák, úgy ugatnak. Csuhalja, de csuhalja, adok nekik egy-egy csontot, hadd ugassák ki magukon. Csuhalja, de csuhalja, de rég megmondtam a fenének, mennyi legényt mindegye meg. Csuhalja, de csuhalja, mert a legény leány csaló, mind a kasztófára való. Csuhalja, de csuhalja. Jaj, de tündér fogát cukorborsó vagy! Nézd azt az orrot! Ez az! Mindig is egy ilyen orrral álmodtam! Bele fogok nyúlni az orrába! Igen, érzem, eljött a nagy pillanat! Itt utazok a metron, már 3 éve nem fogok én itt az emberek órába turkálni, ezt kusztustalan akárkit a legnagyobb kérdezik! Nem érdekel! Úgy se adok a véleményükre! Ez a kiváló, a tökéletes orr! Eljött a nagy pillanat, felnyúlok az agyáig, igen, érzem! Jézus Istenem, ott a szőrszáron a mócsingos fika és alban vérdalak! Ez undorító, nem fog más emberek órába turkolni, ott... Nem baj, majd hazamegyek és kezet mosok! Nézzük csak ezt az orrot! Tökéletes az orrok, orra! Gondoljuk át, mi mehetett már keresztül ezen az orrok? Tampon, orrokatora, ezeket ő már undorítom! Nem nyúlhatom bele! Nem baj! A nővérem is belenyúlt annak idején az orromba! Most majd visszalálok az egész világnak! Azt tudtam! Ott egy másik! Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország. Ügyvéd vagy? Vagy orvos? Itt Magyarországon? Hallod? Tiszta szívás! Én egyszerű kőműves vagyok, kimentem Brüsszelbe, ott 800 000 forintból élek a családommal. Na cső. Ahol az arcodban láttam a magam arcát, az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség volt át. Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország! Eddig Magyarországon dolgoztam angoltanárként. Most az USA-ban vagyok takarítónő, és ebből tartom el az anyámat, a nagymamámat és a testvéremet. Hiszek az álmomban egy életen át. Magyarország, te vagy a szívembe írva, Magyarország. Kijöttem Stockholmba az orvosi diplomámmal, és a sokszorosát keresem az otthonira. Nem hiszem, hogy egy hamar hazamennék. Te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segítsd! Én Németországban egy nyáron a diákmunkával 500 000 kerestem. Bármikor visszamehetek. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság. Én csak az életem bízom rád. Én csak az életem bízom rád. Félek attól, hogy elveszítem az otthonomat. Félek a szüleim halálától. Félek attól, hogy nem tudok megfelelni önmagamnak. Félek a csalódástól. Félek attól, hogy olyan nevelök, amilyen az édesapám volt. Félek attól, hogy a gyerekeim fogyatékosak lesznek. Félek attól, hogy soha nem lesz gyerekem. Félek mindenféle kötöttségtől. Félek, hogy maga tehetetlenné válok. És nem vigy minket a kísértésbe.
és ne vidd minket a kísértésbe. És ne vidd minket a kísértésbe. És ne vidd minket a kísértésbe. És ne vidd minket a kísértésbe. Nappal holt kell bennem, s a kín van az éj, egy napsüt ide bennem.